Eljöttünk Pécsre az Országos Színházi Találkozóra, ahol a magyar színházi közélet olyan ismert szereplőit, mint Nádasdy Ádám, Alföldi Róbert vagy éppen Pokor Lilia. Arról kérdeztük, hogy mit jelent nekik ez a fesztivál, illetve szokták-e magukat úgy érezni, mint Cannes-ban, amikor itt járnak. Rossz fiúk vagyunk. Akkor rágyújtunk. Szerinted miért fontos, vagy fontos egyáltalán, hogy legyen egy ilyen nagy színházi találkozó? Szerintem azt mindannyian igényeljük, hogy találkozunk egymással, és lássuk egymást. És hogy olyan ismerősökkel találkozom, hogy Jézusom, hány éve, ne! De jó, és hogy vagy? És most csak az a két szó már önmagában, hogy láthattuk egymást, már nekem az is nagyon jól esett. Mindig keressük azokat a lehetőségeket, amikor végre lehet eszmecserét folytatni, vagy együtt lenni. Meg az, hogy nagyon jó dolog, hogy a közönségnek csináljuk azt, amit csinálunk, meg a szakmának is csináljuk, amit csinálunk, meg egymásnak, hiszen minél azt szeretnénk, hogy lássák azt, amit mi csinálunk. Nekem is volt például több olyan élményem, itt most én 3 napja itt vagyok, hogy olyan emberekkel, akikkel kevesebbet tudok beszélni, mert mindenki rohan a saját dolgára, itt meg le tudunk ülni, és olyan dolgokról tudunk eszmét cserélni, ami fontos. Edinburgh-i Fringe-en voltam 3-szor is, és annak is hasonló hangulata. Tehát az igazán jó fesztiváloknál teljesen mindegy, hogy az ember hova ül be, vagy mit néz meg. Nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, de hogy mindenképp élményt kap, és maga már csak sétálgatni, és nézelődni már az is egy nagy élmény szerintem. És hál' Istennek úgy látom, hogy itt is megvan a poszton ez. Hát ha van mitosz, akkor kultusznak is lennie kell, és a színház egy nagy mitosz, egy nagy története egész fajunknak, és itt ezen a hosszúság és szélségi fokon is. Én örülök, hogy a megosztottságok ellenére azért úgy tűnik, hogy a szakma ezt akár éli meg, hogy a jelen időminőségének csak egy pillanatnyi szédülése, és azért együtt lenni jó, és találkozni jó, és egymással tudni jó, meg akkor is, ha nem mindenki nézi meg a másik előadását, egyszerűen minden szakmának az egy kellemes pillanat, amikor azokkal az emberekkel, akikkel együtt nőttünk föl, szocializáltunk, tanultunk, és a többi, egyszer csak szembe jönnek. Itt vannak a nagy ikonok, itt vannak a pályakezdők, meg mindenki, ez borzasztóan klassz. És ami klassz, évekre visszamenőleg a poszttal kapcsolatban, hogy ez valahogy a városi kultúrának a része. Mert jó színházat nézni, és ilyenkor sűrítve kapja az ember. Hát gondolom, nem, hát olyan, mint egy falusi búcsú, hogy akkor mindent meg lehet venni, és lacikonya is van, és mézes kalács is van, és csizma is van, és ugyanolyan okból emberekkel lehet találkozni. Hát itt van ez, meg itt van az, akikkel egyébként nem tudunk szót váltani, és ez nagyon jó, hogy egy kisvárosban van Pécsen, és nem mondjuk Budapesten, egy nagyvárosban, ahol a forgalom ugye szétrázná az egészet. Itt pár utcában nyüzsög mindenki, és akkor lehet találkozni. De hát azért a legjobb az, hogy meg lehet nézni egy csomó előadást. Hát szükség van, de nem ilyenre. Egyen bővebben? Hát én nem akarok negatívan, de én nagyon nem szeretem ezt a nagy álságos kiegyezést, amikor ugye rossz a minden, hogy minden politikai oldal, vagy vélt politikai oldal ugyanannyi embert rak bele, és akkor mindenki annyira szeret egymást, és csodálatos szakmai beszélgetések vannak. Miközben az egész szállóz, hogy pár évvel ezelőtt az egyik színházi szövetség, ami deklaráltan nem szakmai szövetség, hanem filozófiai szövetség, az bekebelezte a posztot. Hát nézzen körül, itt 5-6 éve nem ez volt. De nagyon fontos, szakmailag nagyon fontos, hogy lássuk egymást. Egész évben mindenki dolgozik, nagyon keveset tudunk színházba járni, és ilyenkor van rá lehetőség, van rá esélyünk, hogy megnézzük egymás munkáját. Plusz nagyon fontos kapcsolatok is alakulhatnak egy ilyen fesztiválon. Látod valakinek a munkáját, érdekel, meghívod, dolgozni akarsz vele. Hát ez egy normális fesztivál, ez így működik. Plusz a kritikával is találkozol, át tudtuk beszélni estéket, éjszakákat. Jó dolog az, hogy ugye mindig ugye válogatás van, tehát igyekeznek a legjobb előadásokat meghívni egy-egy évadból, és az jó dolog, meg nekünk is egy megtisztelő, egy plusz feladat, de ad egy plusz tartást is, hogy megmutassuk, hogy mit tartottak nálunk mondjuk a legjobb előadásnak az évadba, és hogy azt elhozzuk megmutatni. Ennek azért úgy van tétje, van eleganciája.
őrkényt? Erre jönnek a nézők, tehát na mi volt az őrkényben a legjobb előadás, mit választottak ki? Szóval ezek így nagyon, nagyon izgalmas és jó dolgok. Azért én azt nem gondolom, hogy az őrkényben ez a legjobb előadás, amit most elhoztunk. Nem, mondom, ezt választották. Igen. Nem, én is azt mondtam, hogy ez a legjobb előadás. Igen, ebben nem lehet belekötni. Ebben nem lehet. Ezt választották, kész. Ezt kell elhozni, és olyan minőségbe tálalni, hogy... Mácsai miatt hívták meg, biztos. Persze, biztos. Meg a Gálfi miatt. A híres színészek. A Cannes-i Filmfesztivál és a Post között semmilyen összefüggést nem találok. Hát de most komolyan. Jó, ott tudok válaszolni. Sokféle nagy fesztivál létezik a világban, sokszor adnak randevút egymásnak az emberek, de ez a lépték megőrzi a személyességét. És nem tudom, csak a magam nevében beszéltek, nekem a pályám sem mindig fontos volt, hogy ne a különbségekre világítsak rá, hanem az együtt hangzásra, a közös nevezőkre, és amikor az ember ilyen közvetlenül tud találkozni a közönséggel, mint például veled, akkor az azért sok lendületet ad, meg sokféle élménnyel gazdagít ahhoz, amit aztán ugye elviszek magammal. Ez így nem jutott eszembe, de természetesen igaz, mert itt megy éppen a híres rendező, meg a színészek, meg mindenki. Hát jó, igen, a Cannes az persze nagyon nagy pénzekről is szólásuk be, mert hát a filmipar az egy ipar, ez meg nem annyira, de valóban hasonlít. Vannak dolgok, amikben hasonlít, ugye arról van szó, hogy egy mustra, ahol összegyűlnek, stb. Stb. De hát annyiban meg nem vonhatunk, hogy nyilván az egyik egy filmes mustra és egy proc mustra, ugye, ahol olyan ruhákban kell megjelenni, amikkel mi nem rendelkezünk. Ez pedig egy színházi mustra és egy szakmai jellegű, ahol már ez is kicsit túlzásnak tűnik, hogy zakót vesz az ember. Nem is igen tudok okosat válaszolni erre, mert hát ugye ez is egy fesztivál, az is egy fesztivál, tehát úgy hasonlít egymásra, mint két kiállítás hasonlít egymásra, vagy két vacsora, vagy két futballmeccs, vagy tudom én. Most már versenyprogramban is, vagy off programban is már elég régen voltam, nem jutottam el magánemberként sem, úgyhogy az utóbbi 5 évről nem igen tudnék beszélni, mert sajnos nem, de amikor jártam, akkor nagyon-nagyon jó volt, érdekes volt őt a főutcán, a sétáló utcán, ahogy így az emberek kicsit olyan kicsit benne volt az, amit ilyesmi lehet, vagy akár egy Cannes-i, vagy valami fel, hogy várták a színészeket, autogramkérések, olyan kicsit volt egy olyan, de azt mikor azt érezted tényleg, hogy a közönség is, hogy az emberek úgy szeretnek, mindig azt érzi az ember, csak itt ilyen nagyon abszolút egy mi a le is lehet a legjobb szó, hát itt egy helyre kulminálódott az egész, és akkor tényleg az egész egy ilyen szeretett bomba, és ugye kollégákkal, és azok a kollégák, akikkel egyébként évközben nem találkoztál, azokkal találkoztál, itt volt ez egy hetet, esténként persze ugye a buli. Ilyesen mindegy, hogy kámban vagy. De körülbelül, hát persze, körülbelül igen. Hogy érzed magad az emberekkel? Hogy tudsz velük beszélni? De azért én egy kicsit lehangolónak érzem ezt, ami most már évek óta így a poszton. Tehát üres utcák. Tehát én nagyon, nagyon régóta járok ide, hál' Istennek nagyon sokat hívtak meg minket, még amikor a Krétakörrel is dolgoztunk. És akkor nem lehetett elférni az utcán. De ezt ti is tudjátok, hogy ez így valahogy most így eltűnt, és ez nagyon szomorú szerintem. Ez egy jel, amivel foglalkozni kell. És hogyha itt nem tolongolnak az emberek az utcán, és ez nem egy olyan esemény, amire mindenki kíváncsi, akkor itt valami el van rontva, és ezen dolgozni kell. Azt én nem tudom pontosan, hogy miért nem jönnek ide most az emberek, vagy miért nincsenek annyian, de ennek nyilván meg lehet találni az okát, és föl lehet hívni az emberek figyelmét egy ilyen fesztiválra, ami tényleg egyetlen ilyen nagy országos színházi találkozó van, ami ilyen rangos.